valójában mindenki rossz, nehéz körülmények között él, nem tudja eladni a képeit, és eddig tulajdonképpen a kiáltás hatására vállalkozott arra, hogy akkor itt a lakásában átveszi azokat a képeket, amiket odaadnak neki a művészek, és itt próbálja meg ismerőseinek, barátainak eladni, értékesíteni. Bejöttünk ebbe a gyönyörű nagypolgári lakásba, és hát nem lakásnak néz ki, hanem múzeumnak. Tulajdonképpen a szalongalériának hívjuk, és ez itt a szalongalériának a szalonja, amit most tényleg megcsináltunk. A múltkor volt például a rádióban egy műsorunk, és ezután a műsor után többen fölhívtak telefonon, sőt másnak megjelentek különböző alkotásokkal, és mondták, hogy ők nagyon szeretnének a mi galérinkhoz tartozni, mert hogy nagyon el voltak szomorodva, közben hallgattak bennünket, hogy ez csak roma művészeknek van álnyitva, és akkor tulajdonképpen mondtam, és akkor ezt is meghallották, hogy én mondtam, hogy dehogy is, szó sincs róla, és akkor másnap már hárman is megjelentek nálam. De azt hozzáteszem, hogy Kizába galérián kívül, amelyik évekkel ezelőtt Balázs János képeket forgalmazott, gyakorlatilag nem volt 2007-ben, és ma sincs olyan galéria, amelyik cigány művészek képeire szakosodna. Szóval ezerféle galéria van, korszakokat, Nagybányaitól kezdve Gödöllőig gyűjtenek, vagy kortársakat, de gyakorlatilag nem nagyon férte el egyik galériába sem, egyik galéria érdeklődési körébe se fért bele, hogy cigány-roma festőket forgalmazzon, vagy képeket áruljon. Tehát ebben az értelemben sokkal inkább egy a művészeti életbe és a forgalomba való beemelés gesztusa, ami itt történik, és nem egy kulturális gettó építménye. Festőművész vagyok, aki roma származású. Hát igazából ez is autodidakta módon képeztem magam. Tehát, hogy nem mentem el képzésekre, autodidakta módon fejlesztettem, tágítottam a pedagógiai hozzáállásomat. És akkor mostanra már felnőtteket tanítok olajjal festeni, olajtechnikára. Kézzel rakott, plisztírozott, kasmírszoknya is csipkével van díszítve. És még akkor hagyd meséljek még, hogy vannak olyan, például van olyan muszlim plisztírozott szoknya, ami már a romani dizájn által lett készítve az én terveim alapján, illetve ő egy hajtogatott lapszoknya, ő is egy gyűjtött darab. A budapesti collár cigányok, ők például ilyen kretincákat, ennyire díszes kretincákat hordtak, és legfőképpen ünnepekkorra használták. Viszont ez is egy olyan 30-35-40 éves darab. Igen, ez tulajdonképpen egy lakás, de tulajdonképpen itt csináljuk a filmeket. Tehát egy munkahely is egyúttal, és ezen kívül pedig most már egy galéria is. És mit tanult a roma művészektől? Hát nagyon sok mindent. Hát anyagismeretet, türelmet, a művészeti szabadságot, ahogy kombinálják a különböző elemeket. Én nagyon nyitottan. És tehát is nagyon érdekes, ilyen színbeli ritmusokat vittek a fonásba. És ez azért jó, mert a fonont struktúra, az egy ilyen hullám struktúra, és az nagyon jól védi az ütéstől a laptopnak az érzékeny pontjait. Ugye a széleskörű terjesztés még nem kezdődött el, itt vásárolható meg a Kugler átszalomban. Tehát az ember fokozatosan tárja fel magát, mint hogy a régészi fokozatosan hívja elő a földből a dolgokat, nagyon finoman részletről részletre. Hát tartok valahol ebben az önismeretben, és önfeltárásban is, nem gondolom azt, hogy a végénél tartok. Előrébb vagyok, azt gondolom, mint korábban, de azt érzem, hogy még bőven van előttem megismerni való. És egyébként valóban szerintem csodálatos, fantasztikus ez a millió. Nincsen olyan lehetőség ma, ahol mondjuk a roma kultúrának ilyen nagyon szépen bemutató és több elemét, tehát a művészetet, a képzőművészetet bemutató, művészeket is bemutató tárlatot láthatnánk. Tehát, hogy ma igazából nincs ilyen, egyedül a Kugler átszalon, aki ezt a missziót magára vállalta, és hát remélem, hogy ezt egyre többen felfedezik.